a mágia egy csomó ember szemében, vagy tudatában valami rosszal kapcsolódik össze, ugye ez a tudatalattinkban benne van, hogy ki mire használta és milyen erőket mozgatott. A mágia ez egy teljesen tiszta és a mindennapokban előforduló dolog, ez ugyanaz, mint a kreativitás, csomóan azt gondolják, hogy csak az kreatív, aki Szalvador Dalit itt egy alatt ráfest a falra, Nem, a kreativitás a mindennapi életünkben arról szól, hogy mi a megoldás, vagy hogyan tudunk egy dolgot feloldani. Mindenkinek van egy életcél, amivel leszületett ide a Földre, kevesebb vagy több nehezítő egység van ebbe, ebbe a dologban, de mind azt szolgálja, hogy valahova eljussunk. Szerintem mindenkek az életében már volt olyan negatív tapasztalat, amit nagyon nem akart megélni, de megtörtént vele, és utána utólag rájött, hogy ha ez nem történik, akkor nem vagyok most ott, ahol éppen vagyok, és hogy, ahol lennem kell. A karma az egy úgy létező dolog, hogy ez egy tanulási folyamat, és nem egy büntetés, mint ahogy nincs büntető Isten. A karmas egy büntetés. A mai élő egyházaknál, különösképpen a buddhizmus bizonyoságaiba ezt még, még így kommunikálják, hogy ha bizony most valami rossz történik veled, akkor azt egy előző életben el, elkövetett rossz kapott cserébe, nincs ilyen cserebere, minden egy tanulási folyamat, a lélek az nem osztályok szerint építkezik, hanem mindig mást választ, és mindig más uh, tanulnia valója van ebben az életben, vagy a, vagy a következőben, vagy az előzőek bármelyikében. Ezzel persze lehet vitatkozni, meg lehet mindenkinek hozzátenni a dolgait, nagyon sok információ van a közös kis tula, uh, tudatalattinkban, kollektív tudatalattiban, Egyrészt itt nekünk is van már egy egregorunk, amit itt létrehoztunk, és itt hemzseg a rengeteg információ, a hülyeségtől a nagyon jóig, tehát hogy mindenféle osztályzat van már benne ebbe a dologba. Ki mit hozott magával, mi az, amit a hitrendszerébe belerakott, mi az, amit a szocializáció során megkapott a szüleitől, az iskolától és egyéb dolgoktól, mi az, amit olvasott, mi az, amit megtapasztalt, és azt gondolom, hogy a tapasztalás a fő lényegi pont ebben. Sokszor kérdezik tőlem, hogy miért jó a spiritualizmussal foglalkozni, és mindig azt szoktam mondani, ha én ettől itt ebben az életben jól érzem magam, és mondjuk nincs azután semmi, akkor is tettem magamért valamit, amitől nap mint nap túl tudok lépni dolgokon, fel tudok oldani magamban olyan problémákat, amivel esetleg szembe kerülök. De én azt gondolom, hogy ennél sokkal több, ez az egész dolog, és ezt kimondottan tényleg az energiákon keresztül kezdjük el megérezni. Nagyon vigyázz, mit kérsz. Tehát ezt mindenkinek mondom, hogy mindig gondold át, hogy mit szeretnél. Ehhez még annyi információ van, hogy ugye mindenkinek van egy úgynevezett örvénye, ami ez itt szépen szaladgál itt körülöttünk, és ebbe az örvénybe csak akkor tudunk belépni, ha éppen pozitív állapotban vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy tényleg jól érzem magam, tényleg mosolygok valamint, ez lehet egy film, egy színházi előadás, egy kedves dal, szoktam mondani a Facebookon lévő macskás videók, tehát hogy ezek, amik valami olyan pozitív energiát választanak ki belőlünk, akkor tudunk belelépni ebbe az örvénybe. És bizony ebbe az örvénybe minden előzőleg tett kívánságunk benne van. Tehát, hogy én ne csodálkozzatok, hogyha 10 vagy 20 év múlva belép az a pasi, akit 20 évvel ezelőtt akartatok, de most már a hátatok közepére nem kívánjátok, mert semmi szükségem nincs rá. Ugyanez munkahelyre, ugyanez hobbira, bármire, tehát hogy így, így létezik ez a dolog. Mindig ott marad egy lenyomat, ezért érdemes például ezt néha átgondolni, és csak olyanokat belerakni, amire már valóban szüksége van, és az összes többit legalábbis gondolati síkon kitisztítani. A pénz egy energia. Jó, és tessék így hozzáállni, és akkor áramoltatni lehet. Sokszor megakasztjuk ezt az áramlást, mikor azt hiszük, hogy nem. Akkor is. Tehát, hogy mindig, mindig mi akasztjuk meg ezt. Persze itt is a közös tudatalattiba benne van az elmúlt évszázadoknak, a, az a bélyege, hogy a pénz az rossz, és az, az csak valami negatív dolgot okoz, és a pokolba fogunk vele menni. Nem, a pénz egy energia, és ide a 3D-s valóságban szükségünk van rá, hogy a három, vagy a sárga csekeket is be tudjuk fizetni. Tehát, hogy ez egy létező dolog. Azt gondolom, hogy aki gurunak jön ide erre a földre, az vagy Tibetbe, a hegyekbe születik, vagy Indiába, valamelyik erdőbe, mert ott meg tudja tenni. De aki egy nagyvárosba, vagy egy kisebb városba él, ezt nehezen tudja megcsinálni. Sőt, faluról nem is beszélek, mert ott aztán már mindenki ismer mindenkit. Tehát, hogy ez egy nehezített terep azoknak, akik felvállalták azt, hogy spirituálisak. Aki itt van, már mind foglalkozik vele, mindannyian nagyon jól tudjátok, hogy már nem tudtok úgy gondolkozni, hogy előtte, mielőtt meg nem ismerkedtetek vele. Tehát csodák vannak, bennetek rengeteg csoda van, ez a mágia, tehát, hogy megéljük a mindennapok csodáját, elfogadjuk azt, hogy minden, ami pozitív örömként ér, az bármilyen pici dolog legyen, de annak meg kell tanulni örülni. Mert ha annak örülsz, akkor a nagy dolgoknál már te magad leszel egy tűzijáték, hogyha megkapod és megéled. De ez a bevezetője annak, hogy megkapjad.